A betelepített németek sokféle mesterséget űztek az egész lakosság megelégedésére. Példás igyekezetük és szorgalmuk iridlésre méltó volt. A 21. századra azonban a régi mesterségek nagy része már feledésbe merült, vidéken is csak elszórtan űzik azokat. Weimert Mihály az utolsó kádármesterek egyike. Ez nálam úgy kezdődött, hogy én nem akartam kádárnak menni, hanem én lakatos szerettem volna lenni. És hát mivel Óbányán nőttem fel, és hát anyámmal, apámmal háború ideig meghalt, úgyhogy napszámból tartott el minket, és ezáltal nem volt más lehetősége, mint hogy kömbes nem akartam lenni, és Pécsre kellett volna járni ahhoz, hogy lakatos legyek. És hát nem volt. Anyám napszámból tartott el, és ezáltal nem lehetett, mivel az kicsit költséges lett volna, és itt Mecsek-Nádasban volt egy Kádár KTS, és akkor itt vettek föl Kádár tanulónak. És az 58-ba kezdtem, és azóta ezt csináljuk. Igaz, kisebb megszakítással voltam Holánnál egy, de ott is, mint fogmunkát csináltam ott is. Valamikor nagyon népszerű volt, itt volt, a háború előtt itt több mint 100 Kádár volt Nádasban, de nem jelenti azt, hogy mindenki a szakmájában dolgozik, csak kitanulták, mivel azért sokan, soknak volt egy kis földje, nyáron a mezőgazdaságban dolgoztak, télen nem volt más munkájuk, akkor elszegődtek kádármesterekhez, és ott kitanulták a kádár szakmát. És akkor most elmentek bányásznak később, úgyhogy nem dolgoztak a szakmába. Körülbelül, mikor én kezdtem tanulókoromban, akkor egy ilyen 40 kádár körül volt, aki az üzemben dolgozott, és még egy legalább egy 7-8 önálló kis iparos volt. A kádármester a rönkökből dongákat készít, majd azokat másfél-két éven át folyamatosan szabad ég alatt szárítja, ahol éri az eső, a nap, és szárítja a szél. Akkor úgy jön be, mint ahogy az az anyag, ilyen sötét című jobb, ott áll a fal mellett. Úgy jön be, és onnantól kezdve, na most ezek eperfák, ez más színű. Tehát onnantól kezdve akkor egyszer átolom ezen a kis gépen, amelyik megadja ezt a külső ívet, és utána meg ezen a kis gépen azt a belsejét szedik ki, és akkor rákerül arra a gépre, amelyik már ezt csinálja. Tehát az oldalát. Tehát ezt, hogy ez hasa, hogy ennek hasa legyen. Ezt már azzal a gépet csinálom. Na most régen ez persze nem így készült ilyen gépek, hanem mind kézi munkát. Hát látod, itt vannak még szerszámok, nincsenek már használatban, de régen ezeket használtuk, akkor nem volt gép. Akkor minden kézzel ment. De hát még szalagfűrész sem volt nekem. Ez el a kezdetén. Az első horoz, amit készítettem, ott mind teljesen kézzel készült ott minden. Mi kitüzelési folyamatnak nevezzük, és úgy hajlítjuk össze az anyagot, és akkor föl lesz melegítve. A belseje az ilyen 170 fok körül lesz, a kívül meg ilyen 70-80 fokos az anyag. Akkor lesz olyan, mert a ceulózfának a ceulóz tartalma 110 fokon lesz képlékeny, akkor lehet hajlítani. És ha annyira fölmelegítjük, és utána ahogy lehűl, akkor úgy is marad. Tehát amikor ki le lesz edve, van itt egy ilyen javító készletem, tehát akkor így marad. Tehát ezek ugyanazok a dongák. Na most nem úgy, hogy kicsit rövidebb anyag, de akkor így megmarad. És ez ennyire meg kell pörkölni a belsejét. És ezt szeretik a borászok, minél sötétebb, annál jobban tetszik nekik. De nem csak a tárgyak és a saját készítésű szerszámok, hanem az évtizedek alatt felhalmozott tudás, az alázat és a precizitás az, ami Weimert Mihály műhelyének különlegességét adja. Ez a nehéz, nagymúltú szakma azonban teljesen eltűnhet, ha nem lesz, aki folytatná, továbbvinné a hajdani kádármesterek örökségét. Ez egy nehéz szakma. Akár milyen műveletet fogunk, nehéz. Akár magában a donga nehéz, a rönkök nehezek, a hordó nehéz. Tehát nem könnyű. Megbánta, hogy ezt választotta? Vagy ezt kellett választani? Hát nem volt más lehetőségem.